Negyedik fejezet. Sártenger. Az áradat, amilyen váratlanul jött, olyan váratlanul el is vonult. Az árhullámok ritkulásával egyidejűleg a Szent Jakab templom előtti téren elkezdődött a jövésmenés. A régi városnéletből kiáramló víz tömeg végigkömpölygött minden olyan utcán, amely a könyvesbolt és a postahivatal előtti kis térről nyílt, és egészen a tetőszerkezetig befröcskölte a templom bal oldalát. Majd végigfolyt a fő utcán, és vastag iszaprédeget, algákat, mergődő halakat hagyott maga után. De a házak falai olyanok voltak, mint valaki óriási ecsettel végighúzott volna rajtuk. A házakat, szőnyegeket és minden egyebet, ami a házak alsó szintjén volt, elmosta a víz. Jason és Anita megálltak, és hitetlenkedve bámulták a szemük elé táruló látványt. A templom kapuja hatalmas mocsára nyílt. Mocskos vízerecskék sürgődeztek lassan a tenger felé, tépett napilapokat, fadarabokat, cserét töredékeket csodorva magukkal. Szanaszia mindenütt könyvfoszlányok látszottak. A házak ajtóin, a falakra tapadva, itt-ott, még a második emeleti teraszokon is. Gyere, mondta váratlanul Jason, azzal elindult, hogy a felső vége felől megkerülje a teret, és eljusson a templomig. Anita szó nélkül követte. A háttérből kiáltások, siránkozás, váratlanul kicsapódó ajtók és ablakok zaja hallatszott. A sáros vízben autógumik kerintek céltalanul. A tér felső részén bokáig ért a sár, de egyes szakaszokon akár térdig is. Anita aggódva tekintett körbe-körbe, hát ha megpillantja az édesapját vagy Tomit, a romok közt kísértetként járkáló emberek között. A kimerítő átkelés után végre beléptek a templomba. Oda bent néhány asszony már neki is látott, hogy cirokseprűkkel kiseperje a padlót borító, nagyjából egy ónyi vizet. Phoenix atya ezzel a tudósításokat osztogatott a szószékről. Indulás a kórházba, azonnal. Most állítunk be újabb ágyakat a kórtermekbe, ott a túlsó végén, hasogta a hozzálépő sebesülteknek. Ki a karját fájalta, ki a homlokát. Néhány jól sebesültet lefektettek a templomi padokba. A templom minden szegletéből nyöszörgés és siránkozás hallatszott. Senki sem tudta pontosan megmondani, hogy mi történhetett. 20 perccel korábban óriási víztömeg zúdult a falura a semmiből, és minden trauma döntött. Segíthetünk valamit? Kérdezte Jason, amikor végre sikerült magára vonni a pap figyelmét. Ami azt jelenti, bőven van, miből választanatok. Segíthettek nekem odétolni a padokat, vagy elmehettek a kórházba megnézni, hogyan boldogulnak az ágyakkal. De fel is mehettek a faluba, hogy ellenőrizzétek, nem ragadta valaki a sárfogságában. Mindegy, csak csináljatok valamit. Az a Phoenix atya feltűrte reverendája ujját, felkapta az első sorpadot, és félretolta akár egy játékszert. Anita és Jason úgy döntöttek, megnézik, mi a helyzet a régi város szerkezetében. Ahonnan a várhullám elszabadult. Felkapaszkodtak a meredek utcácskákon, vigyázzal, hogy el ne csúszanak. Minden egyszer csak éles sikoltozás ütötte meg a fülüket. Valahonnan a közelbe jött, nem lehetett nem meghallani. A gyerekek keresztül vágtak a szemétalmon, és elérték azt a kis terecskét, ahol az idős Miss Biggles fából épült háza állt. Az árvíz bizony nem kimérte meg az épületeket. Az előtt álló utcalámpa derékban meghajlott, az első emeleti erkély korlátját pedig teljesen egészében leszakította az áradat. A földszinti ablakok betörtek, és a víz elárasztotta a konyhát és a nappalit. Magával sodorta a fazekakat, a tányérokat, de még a hatalmas virágmintás díványt is, ami aztán keresztbe fordulva elakadt a szűk utcáska végén. Miss Biggles felkapaszkodott a tetőre, és onnan sikoltozott a torokból. Körülötte egy sereg macska nyívákolt. Jason megpróbálta lehívni ide és megnyugtatni, de akármennyit is kiabált, sehogyan sem tudta meggyőzni az idős hölgyet. Újból kijönte bennük a víz, meglátjátok. Szipogta kétségbe esetten, és miközben rázta az okogás, egyre lejjebb csúszott a tetőn, már majdnem a párkányon ült. Néhány macska felugrott az eres csatornára, és onnan vizsgálgatták közönös tekintettel, hogy mi maradt a lelkéből. Az Istenre kérlek, Octavianus, azonnal gyere vissza. Megpuszári Aurelius nem szabad, maradjatok mellettem. Miss Biggles, felmegyek és lesegítem, próbálkozott útból Jason. Elvonult az árvíz, vége van. Vége van a házamnak is, sírdogált az idős asszony. A ház földszinti részéből valóban nem sok maradt. A berendezés helyét könyvlapokból kirakott mozaik foglalta el. Az ázott papírlapok ugyanis mindent falra oda tapadtak. Ekkor az ereszcsatornák egyike nyugtalanítóan megcsikordult. Maradjon ott, ahol van Miss Biggles, kiáltotta Jason. Azonnal jövök. Ember próbál a vállalkozáshoz behatolni a földszintet borító sártenger közepébe, de Jason és Anita végül kéz a kézben feljutottak az első emeletre vezető lépcsőn, onnan pedig egyenesen a padlásra siettek. A padlásszobából Jason kimászott a tetőre, és a dühösen fújó mocskár gyűrűjében megpróbálta meggyőzni Miss Biggles, hogy mászom vissza hozzá. Végtelen tűnő pillanatok teltek el az alkudozással, mire az idős, hogy végre rászánta magát, hogy visszatérjen a házába.
drága gyermekem sóhajtotta, miközben nehézkesen bemászott a padlásszobába, és Jason segítségével leereszkedett a lépcsőn. Azt hittem, hogy ezúttal mindenkit elsodort a víz. Ezúttal? Kérdezte Jason, akiről csurgott a víz, úgy beleizett Miss Bugles megmentésébe. Ó igen, te még fiatal vagy, ezért nem tudhatsz róla, de egyszer régen történt már ilyen. Mégpedig pontosan ugyanígy. Egyik pillanatban még minden rendben volt, a következőben pedig ránzódult a szennyes áradat, és mindent magával sodort. Kitántorogtak a gyenge napsütésbe. A macskák dühösen ugrándozva, a fülüktől a farkok végéig sárosan követték őket. Erre Bugles kisasszony, Anita és Jason elindultak a kórház felé. Ó, Gek, az én gyönyörű díványom. Ne aggódja, megálltja, se rendbe rakozzuk, rúgált a pártétel a kislány, belepirulva az aprócska hazugságba. Úgy tocsogtak a sárban, akár három kacsa. Lépték nyomán, csak hogy fröccsent az iszopos víz. Számtalanszor elveszítették az egyensúlyukat, mire végre nagy nehezen elérték a kórházat. A kapu előtt már egy csomó ember várakozott. Egy táblán a következő, nem túlságosan megnyugtató felirat állt. Pinkwire állatkórház. De ez volt az egyetlen hely a faluban, ami elég tágas volt ahhoz, hogy a sebesültek számára tábori jegyeket állíthassanak fel benne. Biztos benne, hogy ez egyszer már megtörtént? Mielőtt is megtartan Anita, miközben az idős asszonyt a beállat felé kísérte. Ó, annak én már sok-sok éve, idézte fel Miss Bugles, és hagyta, hogy a gyerekek vezessék. Csak hogy akkor sokkal kevesebb volt a víz, és vasárnap történt. Vasárnap este, de akkor ott senki sem vette észre semmit egészen másnap reggelig. Az életet megúlva én is a macskáin láttok, hogy mi történt, de ránk soha senki nem hallgatott. Az idős hölgy ekkor a fő utca egyik házára mutatott és hozzátette. Nézzetek csak oda, hétfő reggel Thompson úr megreggelizett, kilépett a házból, mintha mi sem történt volna, és észre sem vette, hogy halak kúszkálnak a lábai között. Halak? Ilyen hatalmas halak, bizonygattak Miss Bugles, és kitárta a karját, ehhez azonban el kell tengedni a gyerekek kezét. Vigyázz a Miss Bugles, könyörgette az idős asszony a Jason, és az utolsó pillanatban sikerült elkapnia, mielőtt hanyat esett volna a sárban. Majd egy váratlan öttető vezérelve belemerítette a kezét az egyik víz folyásba, aztán a szájához emelte. Mindenit, kiáltotta, hiszen ez saláta.